Hello, sziasztok! El szeretném mondani, miért utálom én ezt a téli edzést, hogy mert hogy mondjátok, hogy én nagyon szeretek bringázni. Nem, én gyűlölök bringázni, főleg télen, amikor ilyen dzsuva van, hogy egyrészt ezzel itt behozod a lakásba ezt a rettenet dzsuvát, amit most csöpög le róla, lehet újra felmosni, a mindened, a cipőd, az oknéd, a gatyád, a mindened tiszta, egy retek. Arra nem is beszél, azt sem tudom, hol a szemüvegem. Szerintem ebbe benne, az is biztos jó néz ki. Mert ugye már nem láttam benne fölfelé jövet. És itt hova tettem a szemüveget? Meg kéne keresni. Ezen volt egy zseb. Akkor ott van, hogy eltűnt? Nem, itt van. Itt van. Szóval lehet pucolni szerintem őt is. Hát annyira nem is néz ki rosszul. A többihez képest, ugye, ha megnézitek a gyönyörűséges új kabátomat. Hol de szép. Szóval szerintem épeszű ember olyan, aki azt mondja, hogy ez jó, meg ezt szereti csinálni, olyan nincsen. Úgyhogy, meg hogy ennyi mosást, meg teregetést, meg energiát erre áldozni. Viszont az eredménye az, hogy egészséges vagy, az, hogy egy időgépbe léptél be, az, hogy 10 év edzése, 10 évet fiatalodsz, illetve 20-at, mert hát 10-et mész előre az időbe, 10-et hátra, az nulla, nem, 10-et fiatalodsz végeredményben 10 év alatt. Ha keményen tudsz edzeni végig, de hát ez kitartó dolog, ez fájdalmas, ez kellemetlen. Erről nem készülnek fényképek, nem mosolygunk az edzőterembe, hanem toljuk neki minden nap. Azt ez mellett lehet még egy 4-5 óra felsőtestet is tolni, de hát télen ez eléggé kiveszi az energiát, ez a 25 km, ilyenkor nem mennek a 70-ek. Iratkozzatok fel, aztán edzetek ti is, mert szerintem érdemes, hát csak ezért is.